Tiszteletel és szeretettel üdvözlök mindenkit Miskolcon. Kérem, hogy mondjuk el a tiszta univerzum mantráját, OM nám, közösen hétszer. Om". kérdezni? Mi a legfontosabb kérdésed? Mi az, amivel ma idejöttél belül, és viszont szeretnéd hallani? Érdekesen épített lények vagyunk, mi emberek. Néha a saját teremtettségünket nem vesszük észre, hogy milyen múlandóak vagyunk, és néha a saját teremtőségünket nem vesztük észre, hogy mi mindenre vagyunk mi képesek így kézzel, lábbal, testel, lélekkel, elmével. Az emberiség történelmében legtöbbször e kettőnek a zavara, a teremtett és a teremtő közti kapcsolat letisztázása, ez volt a feladat. A zavarot jelentkezett, hogy nem láttuk egyiket vagy másikat magunkban, és azt hittük, hogy akár kicsi istenek vagyunk, vagy pedig tehetetlen rabszolgák. Csak teremtettek, vagy csak teremtők. És hogyha megnézzük, önmagában egyik sem igaz. A kettő együtt igaz. Tehát mersz kérdezni? Ha mersz kérdezni, mi a legfontosabb kérdésed? A hatodik pátriárka 1400 évvel ezelőtt feltette azt a kérdést, amelyel a mai napig dolgozunk. Ez pedig így hangzott, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Később, mi az eredeti arcod? Mára, mi ez? Mi ez, ami lát a szemeddel, hall a füleddel, érez a szíveddel, gondolkodik az elméddel, és lefőképpen kimondja belül azt, hogy én. Teszi ezt magyarul, többnyire. Német nyelvterületen mondaná azt, hogy ich, angolul pedig azt, hogy I. Mi az a forrás, ahonnan ezek a névmások jönnek? És kik vagyunk mi akkor, amikor nem mondjuk ki azt, hogy én? Úgy tűnik, hogy az emberiségnek, azaz nekünk, rengeteg külső problémánk van. Tehát ilyen vastagon jönnek a csekkek, a végzések, a határozatok, a rendeletek, a törvények, és hogyan, hogyan lehet ezt követni? Hogyan lehet mindent betartani? Mi az, ami írott, mi az, ami íratlan? Mi az, ami szükséges, mi az, ami csak lehetséges. De úgy tűnik, hogy minden külső problémák valahol belülről származik. Abból a tudatminőségből, amelyen most figyelsz. Abból a tudatosságból, amely vagy tiszta, vagy szennyezett. És ezért a legfontosabb kérdés az a nagy kérdés, amely letisztázza, hogy valójában miből vagyunk, mi a lényegünk. És ehhez vissza kell térni a dualisztikus gondolkodás elé, az állandó tudatfolyam elé. Ezért szólt úgy a hatodik pátriárka kérdése, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, amikor nem hullámzik a tudatod, amikor nem vagy ellentétekre szakadva, akkor belül mi ez? Ehhez az a tanítás párosul, hogyha ez a pillanat tiszta, minden tiszta, ha ez a pillanat elvész, minden elvész. És ebbe a pillanatba, a dualisztikus gondolkodás elé, a hullámzó tudat elé, így térsz vissza. Amikor ezt a hangot hallod, egy pillanatra nincs gondolkodás. Nincs én sem, és nincs az énség hiánya sem. Akkor mi van? Csak az a tiszta tükör, amelyben látszik, hogy a fal fehér, és a lámpák égnek. A lényeg birtokában a tudat kitisztul, és az igazság úgy látszik, ahogy van. Ez a nagy kérdés feladata. A nagy kérdés feladata tehát semmi más, hogy elérjük igazi önvalónkat. És az igazi önvalónk tapasztalatában, a lényeg birtokában, ennek a pillanatnak a teljes megélésével láthatjuk az igazságot kívül és belül. Most belül mit érzel? Azt ugyanúgy tükörszerűen kéne látni, mint azt, hogy a padló barna. Azzen azért foglalkozik első körben a külső formákkal, mert azok sokkal konkrétabbak, mint amit te belül a tudatodban látsz. És hogyha te ugyanolyan tisztán látod a belvilágodat, hogy most mit gondolsz, mit akarsz, mint ahogy észreveszed, hogy a lépcső fából van, akkor ezt hívjuk tiszta tudatnak. Ebben a tapasztalásban lehet hinni. A lényeg és az igazság tapasztalása a helyes működés vagy cselekvés alapja nagyon sokan próbálnak úgy cselekedni, hogy nincsenek az igazság talaján. A lényeget nem tapasztalták kellőképpen, csak részigasságokat látnak. A részigasságokkal semmi baj, csak az egyetlen problémánk az, hogyha ezt egészlegesnek szeretnénk feltüntetni. Mi a rész és az egész közötti hiány legrosszabb betöltése? Ez az illúzió. Ez az önáltatás, ez a projekció, ez mind az a szemtelenség, amivel perlekedünk az univerzum, hogy nekem legyen jó. Nekem és csak nekem. És a többi nem érdekel. És nem érdekel az sem, hogy a részigasság az ölbutít és nyomorba dönt, de a teljes igazság kivilágosít, megnyugtat és teljessé tesz. Ezért kell a lényegig lehatolni. Ezért kell belül keresni a megoldást. Ezért kell eljutni odáig, ami nem név és nem forma, nem jön és nem megy, nem élet és nem halál. Ez az a lényeg, amely nem fogható, nem érzékelhető. De mindez, amit érzékelsz, az ennek a tükrében látszik. Olyan közel van, mint az orrod hegye. Az orrod hegyét tükör nélkül nem látod. A nagy kérdés tehát azért fontos, mert ez a hitünknek a helyes dogmatika nélküli alapja, téves nézet nélküli alapja. Ennek a pillanatnak a tisztasága, tudatunk helyes működése, a helyzetünk, kapcsolatunk és teendőnk felismerése, ez az, amit nagy hitnek mondunk egy kifejezésben és így a zen harmadik alapeleméhez is elérkeztünk, ez pedig a nagy bátorság. A nagy kérdésből, a gyakorlatból származik az a hit, amely nem írásfüggő. A gyakorlat kitartásából, az illúzióval való szembenézésből, a karma meglátásából származik az a bátorság, amely végigvisz az úton, a bátorság tehát ahhoz kell, hogy újra és újra szembenézz magaddal és másokkal. A bátorság tehát ahhoz kell, hogy semmi esetre ne kövesd a három gonosz utat, a téves nézetek, a harag és a kapzsiság útját. Semmi másra nincs szükség ahhoz, hogy gyakorolj, mint erre a háromra, nagy hit, amely a nagy kérdésből fakad, és a nagy bátorság, amely a kitartásból, a lojalitásból és az elköteleződésből származik. Ehhez a hozzáálláshoz jön a technika. Nagyon sokan nyugaton a meditációs technikát szeretnék tudni. De ez önmagában olyan, mint a használati utasítás egy géphez. A gép mestere nélkül a gép nagyon nehezen használható. Ezért kell az a hagyomány, amely a kóreai zen esetében 1700 éven keresztül gyakorolta azt, amit most nagyon röviden, nagyon velősen itt nyugaton megkapunk. Az a folyamatosság, ami a hagyományban megvan, az nélkülözhetetlen. Mi vagyunk a 79. generáció Sákjamoni buddha óta. Mesterem, Szungszán mesterő volt a 78. pátriárka több átadási vonalon keresztül. Ő nyugatra hozta a tant, és most itt vagyunk egy olyan paradigmában, amely nyugaton még mindig kultúridegen. Miért? Itt nyugaton általában mennyországban, pokolban, bűnben, bűnhődésben, erényben, kegyelemben, Istenben, ördögben. Ezekben az ellentétekben szoktunk gondolkodni, és azt reméljük, hogy nekünk ettől valahol jó lesz. Jobb lett? Az elmúlt 2000 év mutatta azt, hogy valami stabilan, világosan jobb lett? Úgy tűnik, hogy az a paradigma, amely állandóan ellentétekre szakítja az embert belül és a világot kívül, az nem hoz tartós megoldást, mert a jó át fog menni a rosszba, az elkövető át fog menni áldozatba, az áldozat pedig ismét átmegy elkövetőbe. Nézzük ezt meg. Hát amíg követjük a dualisztikus gondolkodásunkat, addig az úgynevezett szamszárikus körforgásnak a rabjai vagyunk, és nem tudjuk meghaladni a keletkezés és megszűnés fájdalmas folyamatait. Ezért a nyugat a legtraumatizáltabb társadalom. Keleten egészen a közelmúltig nem voltak mentálhigiénés osztályok, mert nem volt rájuk szükség. 1990 környékén, még Koreában, Dél-Koreában nem nagyon volt ismert az, hogy őrültek, mászkáltak. Volt egy-két falu bolondja, az mindenhol van. De az, hogy tömeges mentális problémája legyen egy társadalomnak a depressziótól kezdve a különböző szenvedélybetegségekig, ez úgy 2010-ig nem volt nagyon észrevehető. Miért? Mert a pszichéjük egészséges volt egész addig, amíg a fogyasztói társadalom importált vallások, rájuk erőltetett kultúrák ezt tönkre nem tették. A mi felelősségünk tehát az, hogy észrevegyük, hogy pontosan miért születtünk ide, milyen kultúrában élünk, és mi a dolgunk ebben. Hogy ismerjük meg tényleg azt az önmagunkat, amely a teremtett, az avatár, a személy, a Rita, a Hedvig, a Barna, az István, a Péter, a Julcsi. Ezt az avatárt ismerjük meg, hogy pontosan milyen karmánk van, miből vagyunk összerakva, mi a teremtettségünk. De utána lássuk meg azt a teremtőt belül, amely tapasztalatával, megélésével megváltoztathatjuk a karmánkat. Újra teremthetjük magunkat, nem azért, hogy nekünk az jobb legyen. Melléktermékként az jobb lesz. Hanem, hogy talán a párunknak jobb legyen, a családunknak jobb legyen, a társadalomnak jobb legyen, mert kevesebb Téves nézetet, kabzsiságot és haragot zúdítok én a világra. Kevesebb szenvedést teremtek én a világnak. Nem, nem szenvedtetek és nem szenvedek szándékosan. Mindez az információ az énségünkben van. Ezért úgy tűnik, hogy a kelet az önmeghaladásban volt nagyon jó. A karmának egyetlen egy kapcsolóját tudta, és ezt úgy hívják, hogy azonosulás. Ha azonosulsz a karmáddal, akkor a karmád rabja vagy, mert ha megmozdul a bot, megmozdul a kezem is. Ha a bot ég, ég a kezem is. Ha a bot fölrepül, fölrepülök én is, mert azonosulok a karmámmal. És a kelet csak egyet tudott, annyit, hogy tedd le. Szungszán zemmester ezt mindig így mondta, Put it down! Tedd félre! És hogyha félre teszed, akkor a karmád mozdul, de az igazi önvaló nem mozdul. Ehhez nem szabad azonosulnod az önképeddel. Ez nem szabad azonosulnod semmivel, ami a személyiségedben történik. De azt nem teheted meg, hogy úgy teszel, mintha te nem léteznél. Tehát a szélsőségbe vitt hibája a keleti nézetnek az, hogy elkezdhetsz ragaszkodni az ürességhez. Ez minket itt nyugaton csak itt teoretikusan fenyeget, mert annyit nem gyakorlunk, hogy ez az állapot tartós legyen. De hogyha ragaszkodom a szabadságomhoz, vagy a tudat ürességéhez, akkor nem tudom megfogni a botot. Nem vagyok hajlandó ragaszkodni. Nem vagyok hajlandó kötődni. De csak ez a nyitott... Tiszta térszerű tudat van, és nem tudok kapcsolódni hozzá, ami a tudat tárgya, az életem párja, a családom tagja, a társadalomnak, ugye a csoportjai. Tehát ragaszkodom az ülességhez. A nyugat, mivel a meghaladó bölcsességet csak importálni tudta, itt a vallás mindig tárgyas volt. Mindig volt egy Isten, vagy egy másik, vagy egy újabb értelmezés, vagy istenségek, ugye? ez a tárgyasság sosem jelentette azt, hogy meg tudtuk haladni a jelenségeket. Tehát mindig ragaszkodunk valamilyen formához. Mentális formához, egzisztenciális formához, egoitáshoz. És ez a ragaszkodás azt jelentette, hogy azt hisszük, hogy az egoitásunk az oldhatatlan. Az eredetileg létezik, magunkon csak egy picit tudunk változtatni, és ez belezuhanás a formába, a teremtettségbe magába. Oké? Okay? És akkor mit csinálok? Elkezdem újra rendezni a botot, elkezdem faragni, elkezdem növelni, rövidíteni, szépíteni, de a ragaszkodásom, az azonosulásom az nem szűnik meg. Tehát nyugaton rengeteg önismereti tanfolyamot láthatunk, de nagyon mély változást csak az önismeret által nem. Az önmeghaladás az nagyon sokféleképpen elképzelhető, de az eredményét vissza kell táplálni a személyiségbe, és itt találkozik az önismeret és az önmeghaladás. A forma és a tiszta üres tudat. A teremtő és a teremtett. Oké? Okay? Ezért nem szeretem azt a szót, hogy üresség, mert uh, félrevezet. Az eredeti fogalom a Szanszkit sunyatá, ami az üres teljesség, vagy a teli üresség. És így már jobb. Miért? Olyan fogalmi nyelvünk van, akármilyen nyelvet beszélsz, amely ellentét párokra bomlik. Úgy tűnik, hogy a bábeli nyelvzavar az akkor kezdődött, amikor a teljességet fogalmakkal szerettük volna kifejezni, de az Istennek nem sikerült. Tehát mindig valami fonák az kifejezetlenül maradt, mert hogyha azt mondom, hogy szabadság, ugyanabban a fogalomban nincs benne a kötöttség. Kimondtam azt, hogy üresség, de nincs benne a teljesség. Tehát a fogalmi valóság az azt jelenti, hogy mindig a lónak csak az egyik oldalára esem, miközben a másik oldalára is kéne gondolnom, és akkor talán fönnmaradnék a nyerekben. És kiderül, hogy ez gondolkodással, a fogalmakhoz való ragaszkodással nem megy. A zen tehát ezért tér vissza a gondolkodás elé, ezért látjuk tükörszerűen, tisztán, gondolkodás nélkül a karmánkat, és akkor kiderül, hogy a személyiségünk nem egyenlő az egoitásunkkal. A személyiség az egy lélegző sejthez hasonlít, egy olyan relatív valóság, amelyek minden eleme cserélhető. A gondolkodás, az érzelmek, az akarat, a beszéd és a cselekedet szintjén. Tehát tudsz változni. De önmagadat megszüntetni nem tudod. Nézd meg. Az én élményedet meg tudod változtatni, de magát, az énséget vagy a személyiség létét azt nem. Nem tudod a semmiből megteremteni magadat, mert semmiből még nem lett semmi. Mi cimackó, emlékezzünk rá. Tehát ha valamit tudom egy más valamivé átalakítani, de csak akkor, hogyha ismerem a karma törvényét, hogy hogyan keletkeznek és szűnnek meg a jelenségek. Az egoitás egy olyan titánium falu sejthez hasonlít, ahol nincs lélegzet, nincs kölcsönhatás, nincs egy olyan relatív lét, amelyben felismerem a saját mulandóságomat, feltételhez kötöttségemet és tökéletlenségemet. Tehát abszolútnak szeretnék egy csoportot látni, magamat. Ez az ego kezdete és vége. De hogyha a téves nézeteimet lefosztom magamról, akkor az abszolút helyet relatívnak látom azt, aki vagyok, haladok az úton, meghaladom, megismerem, és ezáltal meg tudom változtatni önmagam. Ez a legnagyobb üzenet a nyugatnak, hogy nehogy azt hit, hogy a személyiségedben van bármi, fix karma, ami ne lenne kitéve a mulandóságnak, a feltételhez kötöttségnek és a, az eredeti tulajdonság nélküliségnek. Ez a tökéletlenség egyébként, csak kicsit egyszerűbben fogalmazva. Na most ahhoz, hogy ezt a változást te elkezd kivitelezni, ahhoz elsősorban egy jó kérdés kell. Ezzel indítottam ma az előadást. Ha ezt a kérdést fölmered tenni, akkor bátor leszel ahhoz, hogy haladj az úton, és tégy valamit azért, hogy ez a világ a te változásod által jobb legyen. Kevésbé szenvedő és szenvedtető legyen. De ezt magunk nem tesszük meg belül, hogyan várhatjuk el kívül. Nehogy azt itt, hogy ezt bárki, bármi meg fogja oldani rajtad kívül vagy rajtunk kívül. Nincs az a rendszer, infrastruktúra, intézmény, amely helyetted tudna javítani ezen a világon. Úgyhogy ezért kell valahol vállalnunk azt, hogy teremtők és teremtettek vagyunk egyszerre, hogy kérdezhetünk, hogy haladhatunk, hogy változhatunk, és ezáltal változtathatunk. És hogyha ebben tudok segíteni bárkinek, akkor tiszteltel várom a kérdéseiteket. Alapvetően változunk, mindenki változik. És ha valakik párba kerülnek egymással, ők. Kerülnek? Is egy, egy párkapcsolatot létesítenek. Létes, a párba. Tehát létesítenek. Párba lesznek, igen. Rendezvú által létesítenek, ezáltal kerülnek. Uh -huh. Ez nagyon jó. <gül> igen. <gül> Ezek után mi következik? Igen, és azt szeretném kérdezni, hogy ha mi folyamatosan változunk, mit tudunk tenni, hogy a párunk örökké velünk maradjon? Oh. Ez gyönyörű. Hogy és hallottuk ezt a fantasztikus kérdést. Hát ehhez el kell menni a halhatatlanság boltba. Uh -huh ott megvenni a közepes áru elixírt. A nagyon drága az ilyen isteni, tudod, ahhoz uh -huh. mennyország. Itt a Földön elég a közepes. Uh -huh. És ezzel az elixírrel naponta teázunk esténként. Jó. Közösen, békében, egymást megértve, boldogan. Uh -huh. Uh -huh. Mert az elixírrel, mint használati utasítás, rá van írva, hogy ahhoz, hogy hasson az örök élet elixírje, Neked a belső békét el kell érned. Hóba? A másik ember tisztelned kell. El kell Hóba? fogadod magadat és a másikat, és a változást helyes irányba kivitelezni. Ez Hú. pedig az, hogy felébredünk és segítjük a másikat. Ez mind rá van írva az elixírre. Hú. Hú. Ekkor hat. Leéltek így körülbelül 90 évet, Hú. és akkor rájöttek, hogy itt nagyon elég volt. Tehát én abba szeretném hagyni az elixírnek a szedését, mert Hú. ez a test, ez már úgy nem, tehát ez, ebből elég volt, kéne egy új. És ki kéne szállni, de, de, együtt. Tehát, hogyha már 90 évet lehúztunk együtt, hát akkor kiszállni is együtt tudunk. Hogyan? Megnézzük az elixír belső szerkezetét, és rájössz, hogy végig víz volt a kémcsőben. De mivel te hajlandó voltál változni, felébredni, fejlődni, a másikat gyönyörűen tudomásul venni, és magadat is egy jobb alakra hozni azért, hogy harmónia, szeretet, bölcsesség, együttérzés legyen, és ki is fogytunk közben az oxigénből, ezért együtt lehet menni. A teljes harmónia az azt jelenti, hogy együtt vagyunk életben és halálban egyaránt és mindenféle erőltetés, mesterségesség nélkül tudunk együtt távozni. Ebben a testben örökre nem lehetünk. De a köztes lét négy állapotában leszületés, élet, fölmenetel, rossz szóval halál, ezt nem szeretem, mert nem értjük. És a haláltól általában félünk. A hülyeségünktől kéne félni, a haláltól nem. Jó? utána pedig a testetlenség állapota, aztán egy újabb leszületés. Lesz Na most, hölgyeim és uraim, melyikünk alakít ki úgy párkapcsolatot, jól csak figyelj, hogy a bardónak minden egy állapotában szeretném a kezedet megfogni, akár van tested, akár nem, és újra és újra inkarnációról inkarnációra a te kezedet szeretném fogni, mert te is ezt szeretnéd az enyémmel. Gondolkodunk mi így? Ezért van elképesztő brutalitás az intimitáson belül. Mert azt hiszük, hogy megengedhetjük magunknak és a másiknak. Úgy tessék élni, hogy a következő életben ugyanaz szembe jön veled. Mert hozzászoktál. Na mihez szoksz hozzá? Kihez szoksz hozzá? Nagyon egyszerű a képlet nem csak az első rendezvú után, úgy fokozatosan, ahogy a párkapcsolat úgy szépen történik, visszaugrasz a kezdő helyzetbe, és megkérdezed, ezt megcsinálnám újra, úgy előről? Elviselném magamat és a másikat ugyanezen a fejlődési pályán? És hogyha hajlandó vagy ismételni, akkor folytasd. Úgy. Ahogy eddig. Viszont, ha nem ismételnél meg valamit, akkor azt legyél szíves kihajítani a hajóból, mert előbb-utóbb körbeér az, ami csak egyenesnek tűnt. Ebben az univerzumban az egyenes, az egy nagyon nagy körnek a része. És ha csak egy kicsit vágsz ki a körnek így a kerületéből, akkor az úgy tűnhet, hogy egyenes. Tehát itt senki nem fogja mondani, hogy ez a padló nem egyenes. De a Föld, ugye, az eléggé gömbölyded. Tehát itt teljes egyenes nincs. Ha ezt meghosszabbítom egy kilométert, már látszik, hogy görbül lefele. Ez még így vízmértékben van, mert szerintem a burkoló jól dolgozott. De ami lineárisnak tűnik, az valójában egy nagy ciklusnak a része. Úgyhogy úgy építsük a kapcsolatainkat, úgy szokjunk hozzá az avatárunkhoz és a másikhoz, hogyha mi ezzel azonosulunk, az bizony szembe fog jönni. Honnan lehet ezt tudni? Nagyon-nagyon biztosan. Sajnos van ám úgy, hogy egy életem belül lapátra tesszük szívünk választottját, mert nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Egy év, három év, hét év, tíz év, tizenhét év, huszonkettő, néha még huszonkilenc is. Úgy tudunk kiábrándulni, hogy ezt mind a másikra kenjük. Lapát, szerbusz. Eltelik egy kis idő, már eleget jártunk a kedvenc klubjainkba, barátokhoz, barátnőz, és elég volt behúzunk egy újabb kapcsolatot, ugye a képernyőn, katt, és kiderül, hogy a felszín az más, mert az arc más, az öltözködés más, a névtábla más, de a mészerkezet az pontosan ugyanaz, mint amit az előző végén te tettél. Mikor nem, mert ez sem törvényszerű. Akkor, hogyha te tényleg változtál akkor hogyha ez a párkapcsolat valami mást hozott ki belőled, mint az előző. És te más kép, más énséggel mész bele a következőbe, mint az előzőbe. És valójában a legtöbbünk életében ez az egyetlen mérce, amivel a fejlődést lehet nézni. Mással nem. Miért? Mert általában a pofomból tanulunk. A simogatást adottnak veszük, hogy ez nekünk jár. De sajnos a válságokból szoktunk tanulni, a válságok sebességével ébredünk, a pofon mértékétől tanulunk, és ez sajnos az emberiségre, csoport, család, pár és egyén szinten túl sokszor igaz. Mikor vagyunk eléggé érzékenyek és őszinték ahhoz, hogy ne a traumából tanuljunk, ne pusztán az érzékszerű tapasztalaton keresztül tanuljunk, hanem a belső látás által az úgynevezett mentális sebességgel, a tudat fejlesztésével, a világosság erejével tanuljunk. Na ez az igazi alázat. Ezt nem lehet tanítani. Ezt csak megélni lehet. Hogy elég volt a saját énségemből. Köszönöm szépen. És ha van valami, amire megtaníthat egy jó párkapcsolat, fent és lent, az ez. Hogy változzam már úgy, hogy kevesebbet szenvedjek és szenvedtessek. Úgyhogy én ezt kívánom az első rendezvú előtt, alatt és után, és az összes többi rendezvú esetében is. Miért? Minden rendezvú az első. Bizonyám. Ez az kezdő szellem. Ettől még megtudhatod, hogy mit szeret, ettől még megismerheted jobban, de minden reggel frissen kell ezt kezdeni. Akik hosszan élnek házasságban, párkapcsolatban, szerintem így gyöngén látok egy-két mosolyt, hogy ez bizony így lehet. Ez bizony így van. Miért? Tessék törölni az előző nap karmáját. És ez azt jelenti, hogy esélyt adok magamnak és a másiknak is, hogy végre tiszta lappal induljunk. Nem kell mesterséges amnéziát előidézni, és azt hinni, hogy nem történt semmi, de. Mindaz megtörtént tegnap, tegnap előtt ami. De nem alapozok rá. Arra a primér érzésre, elsődleges tapasztalásra alapozok, aki a másik ember itt és most. És elhúzódó krónikus problémák esetén, amely párkapcsolatokban hiddel lesz. Még ezt nem tudod, de majd megfogod gyerekek is, minden így, majd megtanítják azt, hogy ennek a kezdő szellemnek az ereje óriási. Mert ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Úgyhogy jó rendezvúzást kívánok. Hálásan köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdést? gondolatban mindenki randevúzik. Gratulálok. Hogy csináljam ezt ilyen jól? Nem lehet ezt jól csinálni, csak úgy böcsülettel. Azt észrevettük, hogy minél közelebbi a kapcsolat, annál problémásabb a különböző tükrözés, hogy hát az nem is úgy van. Hát azt te annyira rosszul látod. Hú, -hú. Minél közelebb vagyunk egymáshoz, annál részletesebben látjuk a saját tökéletlenségünket, és ezt rá is vetítjük a másikra, kőkeményen. Én személy szerint nem csak azért, mert ilyen helyzetben vagyok, amit most fogok mondani, hanem egyébként sem látom azt, hogy valamilyen szellemi út nélkül, valamilyen meghaladó bölcsesség nélkül egy érzékszervi síkon érvényesülő kapcsolat, tehát párkapcsolat és család, az hosszú távon jól tudna működni. Tehát elképesztő az, hogy milyen mélységű karmákat hozunk föl egymásban, mennyire egymás szemére hányjuk, és ebből a közelségből az lesz, hogy azt bünteti, akit szeret. Ez el is van írva. És ezt el is hisszük. Lehet, hogy nem azt kéne büntetni, akit szeretünk? Lehet, hogy egyáltalán nem kéne büntetni senkit, mert az okés ok okozat törvénye nagyon világos. Lehet, hogy nem bűntudattal kéne dolgozni, hanem tisztánlátással. Lehet, hogy a hibát kéne javítani, és nem a másik embert. Hm? Most már érdekes, ugye? Ha van egy párkapcsolat vagy bármilyen emberi kapcsolat, és mi emelkedünk rezgésileg meg energetikailag de ő nem akar hozzánk emelkedni, olyankor mi a helyzet? Leszállunk hozzá. De én nem szeretnék leszállni De lesz látom. Azért mondom. Ó, gyönyörűséges égi madár, szállj le magasságodból ide a küzdő négylábúakhoz, és szentcsőrödből a megszabadulás igéjét mondd el. Van ilyen? Nem tudok róla. Azért mondom, mert nincs. Tehát hidd el, három fődészen jártam, megtaláltam volna, nincs. Tehát azért kell leszállnod hozzá, hú, de utálod ezt. Én nem alacsonyítom le magam, akkor se. Szeretlek. Köszönjük. Jó, tehát a szeretet nem azt jelenti, hogy lefelé igazodsz. De az van, hogy lemész oda, ahol ő van, és onnan közösen föl. Lépésről lépésre, úgyhogy ne vegye észre. Az emberek utálják, hogyha cibálják őket fölfelé, mert a legelső ilyen védekező mechanizmus az, hogy te ne legyél felsőbbrendű. Tehát ami neked fölül van, az nekik arrogancia. Úgyhogy a frusztráció nálad elég hamar eléri azt a fokot, hogy rácsapod az ajtót. És akkor magadra csaptad az ajtót. Az igazi kérdés ez, hogy szeretnék-e együtt fejlődni vele, szeretnék-e együtt boldog lenni vele, együtt szenvedni vele, együtt élni és halni vele. És ez nem az a holtodiglan, holtomiglan. Az egy projekció, nem tudjuk, hogy meddig. De ebben a pillanatban szeretném ezt a folyamatot, hogy oda megyek mellé, megfogom a kezét, és Kedvesem, most közösen merre? Arra, arra vagy arra? Hú, mondhatom. <laughs> Inkább mondjad, mert kezdek félni, mondjad. Mondjad. Oké, lemegyek az ő szintjére, az úgy megvan. És menj hogyha... oda hozzá. És a... Oda megyek hozzá, de ha ő nem akar hozzám jönni, és egyáltalán kommunikálni se akar, akkor ott már elcsúszott ez a dolog. Oké, mióta vagytok együtt? Nem tudom. Nem. Mikrofon. Nem vagyunk együtt elvárva. Hál a jó Istennek. Tehát akkor gyerek van, vagy nincs? Igen, van. Akkor oda kell menni hozzá? Mert a gyereked apja. Ez megtörténik, attól függetlenül, És jó, ez csak nem neked? vagyunk kapcsolatban. Hát De, nem. Hát nem. Mert nagyon, a gyerek na, miatt. Nagyon nem jó. Hány gyerek van, az? az hat kérdezem meg? Egy. Egy. Hány éves? Négy. Sok a munka. Négy éves a kölyök, fel kell nevelni. És belül meg kell különböztetni a bogzsákot, aki a férjed volt, azon lehet, hogy papak, érted? Ott nem jó, bum! Ez volt a férj, ez a bogzsák. És a gyereked apja. A gyereked apja az, hogy 50%-ban te, 50-ben én, ez a négy éves lény. És itt kell kommunikálni, te ne őt fejleszteni, a gyereket fő kell nevelni. Ha megvolt a vállás, ennek a folyamatnak vége. Majd fejlődik az új párjával, akit el kell viselni. A mocskok. Ni nincs párja. Hid... Mondom, nincsen párja, nincs kit elviselni. De majd lesz. De én ezt elfogadom, hogyha neki van. Mondd még egyszer. Mondom, én elfogadom, hogyha neki van. Második hidd el. Tehát gyakorlatilag a torkát fogod elvágni. Tehát egyelőre, egyelőre, az van benned, hogy az a mocsok elvált tőlem, és még be is fog csajozni. Én váltam az... el tőle. <laughs> Látod. Na, szóval a kompromisszum az azért kell, mert a gyermek kötelez. A gyermek az egy elképesztően erős kötés, és ez az alázatnak a második nagy forrása, mert hogyha magunkat nem fejlesztjük, és a másik sem hajlandó velünk együtt, viszont már van a közös karmágnak egy avatárja, egy lenyomata, az azt jelenti, hogy mi teremtőkké váltunk. Te és én teremtettünk, a párom és én létrehoztunk egy gyereket, és innentől kezdve teljesen más a világ. Tehát én személy szerint a két legnagyobb változásnak azt tartom az életemben, amikor szerzetes lettem, 1994, és amikor gyermeket hoztam a világra. Ez volt 20 hónappal ezelőtt. Belső kicsi butha, külső kicsi butha. Nagyrészt az egyiket szoktuk, és a többség a külső kicsi buthát Hozza létre, de nem annak látja. Annak látja, hogy az én gyerekem. Azt csinál, amit én akarok. Ja, hogy te is benne vagy, anyukám? Hát, hát basszuskocs. Tehát ezek az egyoldalúságok, ezek tényleg a szenvedés gyökerei. És az az oltár, ami előtt leszoktunk borulni, az az éntelenedésnek a helye. Az önzetlenedésnek a helye. Ha ezt egy gyerek nem hozza ki belőlünk, akkor tényleg a szívünkkel nem történt semmi, csak a szervek mozogtak. De mi az a lelki változás, ami a gyermek világrahozatalával benned megtörténik? Mert vagy a belső kicsi butháddal, vagy a külsővel, esetleg mindkettővel tessék foglalkozni. A mindkettőnek az élménye számomra, mint a két malomkő, ami közé, így én, úgy beterjedek, és ez a malom köz összes karmámat megöli, megőrli, porrázúzza, és ezzel azt az egoitást, amit még viszek magammal, eltörli. A külső és a belső realitás között annyi hely van, hogy a liszt kijöjjön, hogy a tanulság megszülessen. És ti ebben benne vagytok. Még 14 évig biztos, lehet, hogy tovább. És ahhoz, hogy az együttélés hiánya ne legyen a gyermek pszichéjének a kárára, ehhez ezeket a kompromisszumokat meg kell tudni hozni. Tehát szűnj meg az embert a volt férjednek látni, csak lásd a gyereked apjának. És hogy azt a játékot, amit korábban játszottatok, azt már nem lehet. Az infantilizmus egy párkapcsolatban egy ideig belefér de amikor megszületik a gyerek, kell válni. Olyan felelősség, amit nem lehet elég tisztán látni. Ez a feladat. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Van egy kislányom, ő is négy éves, négy és fél. Van egy férjem, boldog házasságban élek. Akkor külső... minden oké. Okay külsőleg minden lehetőségünk megvan arra, hogy vállaljunk még egy gyermeket, de úgy érzem, hogy nincs rá belső lehetőségem. Tehát egy akkora gát, egy akkora félelem van bennem ezzel kapcsolatban. Fogalmam nincs, hogy mi lehet az oka ennek. Jó, akkor ilyenkor a tárgyas meditáció következik. Amikor ez a félelem megjelenik, akkor rátekintesz belül, és megkérdezed, mi ez, honnan jön, ugyanis a bevezetőben említett nagy kérdés ez a tárgyatlan meditáció. Ami megjelenik, mint válasz erre a kérdésre, hogy mi ez az eredeti vonatkozásában, az jön és megy, de marad a pillanat. Amikor viszont probléma van, megjelenik a félelem, akkor a kérdés tárgyassá válik, a tükör elé teszed a félelmet, és megkérdezed, mi ez, honnan jön. A túlélő ösztönünk általában a félelmet és az egyebet, ami úgy veszélyt jelent rá, el szokta szigetelni. Az elszigetelés olyan, mint amikor a mélykasba ugye betör egy egér, az agyon szurkálják, bevonják méviasszal a méhek, és az ott van, és nem fertőz. Ez az elfolytott karma. De az emberi psziché nem tud hermetikusan karmát lezárni. Az ott mérgez. És éppen ezért elképesztően fontos, hogy kiemeljem azt a karmát az elfolytottságba, megszüntessem a rárakott projekciót, hogy most pozitív vagy negatív, lássam a maga ilyenségében, ezáltal feltárulnak az okozati viszonyai, ezáltal meglátod a teremtettségét, és ekkor megszűnsz teremteni azt a félelmet. És akkor kiderül, hogy valójában miért nem akarod. Tehát a félelemben nem csak az a baj, hogy megbénít, hanem az, hogy ez egy fedőérzelem. Nem valóságos. Komponensektől függ, helyzettől függ, kapcsolattól függ, alkotórészektől függ, és innentől kezdve, hogyha rálátsz a valódi okára, megszűnik a rárakott érzelmi réteg, megszűnik a projekció és látod az okozatiságot, és akkor tényleg azt mondod, hogy ezt így nem. Miért? Mert mondjuk szétesne az életem. Mert mondjuk nem tudnám azt csinálni, amit akarok. Ezek objektívált világos okozati láncok. És nem csak egy ilyen tárgyatlan, személytelen félelem, ami megbénít. Úgyhogy lásd ezt a maga valóságában. A félelem nem jó és nem rossz, csak nem teljes. Nem a teljes igazság. És hogyha teljeset látod, akkor tudod a személyiségbe reintegrálni ezt a karvát. Tehát az én utam nem engedi meg most, hogy ezt bevállaljam. Vagy. Hát nem is tudom, hogy mitől féltem, és nyugodtan jöhet a második is, mert látható, hogy ugyanazt az életvitelt tudom folytatni, csak még több álmatlan éjszaka lesz egy ideig. Másfél-két év. Az egy kiadós fogzás, az elég combos tud lenni anyák tudják, apák is. Jó? Lehet még egy kérdés ugyanezzel kapcsolatban. Hm? Családi karma. Lehet-e az én felmenőmnek, édesanyámnak mondjuk egy olyan következménye karmikusan, amit én akár önként vállaltam? gondolom, hogy bennem ez egy gátatszabb, hogyha ő neki mondjuk volt egy nem vállalt, vagy akár nem önként nem vállalt, de hogy egy, nem, egy sikertelen második lejövetele, tehát hogy egy terhesség nem született le ott ebben még tudod, egy... Hány elkerülő mechanizmus volt ebben a kérdésben? <laughs> És nem hibáztatlak, hát a, a félelem tolta jobbra-balra a fókuszt. Láttuk? És itt semmi más nem történik, mint a transgenerációs karma ismétlődése. És pontosan ezért születhettél ebbe a családba, és itt minden nyugati pszichológia tisztelt a kivételnek megfekszik, hogy előző életekkel nem dolgozik. Pedig hát azért Zsigmond már odaföntről, a kis libidó hálón keresztül, csak a szülők termékének mondta a gyereket. Igen, ám csak, hogyha ezt helyesebben látjuk, vagy teljesebben látjuk, akkor rá kell kérdezni, te miért születtél abba a családba, ahova születtél? Tehát a gólya miért nem tett egy házszámmal arrébb? Tehát az ok és okozat törvénye a köztes lét négy állapotában hibátlanul működik. Miért? Mert nem mi gondoltuk ki. Hát ha mi gondoltuk ki a, a, karma törvényét, ha ez így lett volna, hát akkor tele lenne az univerzum hibával. Nem. A mi nézeteink tévesek vagy korlátozottak, az univerzum tökéletes. Hát miért születtél abba a családba, ahova azokhoz a szülőkhöz? Valószínűleg azért, mert bizonyos mértékig nagyon hasonló karmát hordoztatok, bizonyos mértékig egy más szegmensben iszonyatosan különbözött. És ez a paradox vonzotta egymást. Tehát nézzük, hogy mennyiben hasonlítasz apádhoz, anyádhoz, és mennyiben különböző tőlük radikálisan. És hogyha te, egy korábbi karmádat így ismétled, hogy az anyát tudatosítja benned, akkor neked az a dolgod, hogy ezt ne kövesd, sőt, ha azt látod, hogy ez transgenerációs, akkor az anyától kapott részt egy hálatelt mozdulattal visszaadod neki, hogy köszönöm, anya, ez nem az én karmám, ez a tiéd, én ezt nem viszem. És ezzel beáll a nem azonosulás, és ez nem kegyetlenség, nem szívtelenség, nem részvétlenség, hanem az utad megtalálása. Miért? Mindenkinek van egy hátizsákja. Ebben hordja a karmáját. Egymás hátizsákját nem tudjuk vinni, de egymást föl tudjuk segíteni a földről, ha elesünk vagy összerodjunk a teher alatt. Nem nyúlkálunk bele a másik hátizsákjába, mert nem tudod megkönnyíteni a dolgát. De őt erősítheted. Őt segítheted, aki melletted van, ha hagyja. Ha nem hagyja, akkor hagyjad. Érted? Nagyon sok vallás úgy működik, hogy építenek egy hidat egy távoli partra, itt nagyon rossz, de ott nagyon jó, hídpénzt kifizeted, és akkor szépen mész pillérről pillérre, acélon hallatszanak a lábak, ahogy szépen mendegélünk, és egyszer csak majd átérünk a túloldalra. Hát rossz hírem van, a túloldal az itt soha nem jön el. Vannak, akik azt mondják, hogy igen, de az emberiség többség egy, egy ilyen végtelennek tűnő hídon egy haladgat, amit neki megcsináltak, összecsavaroztak, és megyünk. És akinek ez nem tetszik, az különböző módokon reagál, leúrik a hídról a folyóba, fel akarja robbantani a hídat, ezek a lázadók, visszafogja a másikat, hogyha én nem megyek, te se menj, mert mert nem az övé. Csak tudja, de nem hiszi. Nagyon mélyen, nem az övé. Nem vet részt benne. Nem teremtő benne. Csak egy alatvaló benne. Csak egy rabszolga benne. Csak egy tehetetlen, tökéletlen bűntudattal élő ember benne. És valami lázad ezzel ellen belül, hogy én nem ez vagyok, engem hagyjanak békén, ne akarjanak erre a hídra felküldeni és tologatni előre, hogy én ezt higgyem el azért, mert mások is elhiszik és ha mások is félnek, akkor majd én is fogok, és ettől legalább többen vagyunk ugyanabban a pokolban. A zen más. A zen az, hogy észreveszed, hogy ez a hátizsák rajtad van, és ez a tied, de nem látod a tartalmát. És látod, hogy ez nincs rád varva, csak megszoktad, hogy rajtad van. És le tudod venni ezt a hátizsákot, láthatod a tartalmát, és utána elindulsz úgy a folyón, hogy a tartalmából mindig egy követ kiteszel a vízbe. Az egy lépőkövé válik. És ahogy ezt megteszed, látod, hogy nem vagy egyedül, akik ha hasonló módon gondolkodnak, ugyanúgy egy-egy követ beletesznek a vízbe, és rájuk lépnek, és mennek a túlpart felé. És a szabály az, hogy egymás köveire rá lehet lépni, de egymás hátizsákjába nem lehet belenyúlni. Építhetünk egymás tapasztalatára, de egymás helyett a dolgot nem végezhetjük el. A te hátizsákod a tied, az enyém az enyém. És hogyha felnőtt módon megnézed, nem cserélnél senkivel. Nem hinnéd tényleg, hogy a másiknak jobb, meg könnyebb. Csak azt látod, hogy a másiké az az övé, a tied meg a tiéd. És egymást tudjuk segíteni, hogy a karmák nem felcserélhetők, és jobb is, Úristen, de én mennyire nem vinném haza itt senkiét. De hidd el, hogy te sem vinnéd haza az enyémet. Nehogy azt itt hogy innen ez jobb, mint onnan. Oké? Okay? Senki ne gondolja ezt. És amikor az utolsó követ is... A téves nézetek hátizsákjából beledobtad a folyóba, és ráléptél. A következő lépés a túlpart. Ezt hívják helyes önfeláldozásnak. Oké? Okay? Ezért ne félj. Semmit nem old meg. Lásd meg a karma működését. Lásd tisztán. Használd föl. Szívesen. Ez rendben van, hogy azt mondjuk, hogy a szülőkarmáját mi nem kérjük, nem azonosulunk vele bizonyos részét nem kérjük. Így nem van. mindent. Ez fontos? Így van, de ez egy ellentétet is szülhet. A esetemben most arra gondolok, hogy nagyjából bármi, amit az én édesanyám tesz, az számomra önpusztításnak tűnik. És pont azért, mert ő ezt csinálja, én haragszom rá, és a köztünk lévő szeretet kapocs ezáltal sérül. Miért Úgy, haragszol rá pontosan? Mert amit tesz, azzal árt magának. Rombolja saját magát és a környezetét. A haragod mit csinál a környezettel? Rombolja. Bravo. Ezt akarod? Nem. Akkor ne haragudj. De azt hogy tegyem? Hisz fáj látni, amit magával tesz. A fájdalom és a harag, az hogy kapcsolódik? Mond. Azt nem tudom. Úgyhogy a fájdalom és a tehetetlenség együtt az a harag. Nézd meg, hogy hogy tehetsz valamit azért, hogy pont azt az életed éld, amit szeretnél. Édesany, ennek meg kell köszönni, hogy életet adott neked, de nem tudod érdemben befolyásolni a sorsát. Azt tudom, jó. Nem tudod. Mert még mindig megpróbálod. Tehát ne is próbáljam. <laughs> Akkor segítesz, édesanyádon, hogyha a saját haragodat meg tudod szüntetni. Hogyha a benned lévő önpusztító csírákat ki tudod venni, és nehogy azt itt, hogy benned nincs. Mindannyiunkban három nagy ösztöncsoport van: a Teremtő, a Megtartó és a Pusztító. Ha a Pusztító önzetlenedik, akkor tisztító lesz. Ha az ember ragaszkodik a karmájához és azonosul vele, akkor pusztítja magát és másokat. És itt meg kell kérdezni, anya, segíthetek? Ez a fiú dolga? És ha azt mondja, hogy nem, akkor azt el kell fogadni, hogy most nem tudtam segíteni. De másnap megint megkérdezed. Egy hét múlva megint megkérdezed. És hogyha azt mondja, hogy nem, akkor te együttérzéssel távozol, és nem haraggal. Nehogy azt itt, hogy nem tudom testközelből, hogy miről beszélsz. Nekem is egy szülőm önpusztító volt, és 23 éve meghalt. És megpróbáltam segíteni neki, és csak azért se engedte. Értjük? És elkísértem a sírig. És megkérdeztem nagyon komoly kompromisszumos ajánlattal, készséggel, hogy ha ezt én megteszem, te abba hagyod az önpusztítást? És fél órába telt, amíg válaszolt. És másnap megszegte. És egy év múlva halott volt. Tehát nehogy azt itt, hogy nem próbáltam meg, és nem láttam azt, hogy akármit csinálok. Kiválasztotta ezt az utat, és végig is ment rajta. És nem tudott befolyásolni. De megkérdezheted, hogy segíthetsz -e. És amennyit elfogad belőle, addig menj. És ne frusztráld magadat, ne akar többet tenni, mint amit lehet, de amennyit lehet, tégy meg. És itt vége. Mert mindenki a saját útját járja. Oké? Okay? Jó, köszönöm. Szívesen. Egy baráti házas párban a fiatalember a telepakolt telepakolta függőségekkel és így kívülről látva ő az alkoholfüggőségét rakta hátizsákjában. Felismerte, hogy van benne a hátizsákjában alkoholfüggőség, és én kívülről nehezen látom ezt az egész helyzetet, és fáj látni, igyekeznék neki segíteni. Mert a, a párja szintén cipeli együtt, együtt cipelik ezt a hátizsákot, és van ebben a kapcsolatban egy 7 éves gyermek is. Innen kívülről, távolabbról is egyébként, fizikailag is távolabbról, van-e bármilyen lehetőségem neki segíteni? Ez a barátod most hol van, vagy ismerősöd? Vácon egyébként. Elhoztad most... a fülét? Nem hoztam el a fülét. Kár. Nem fogja hallani, amit mondok. És hogyha én továbbítom? Nem tudod továbbítani. Uh -huh. Az engyakorlatban gyakorlatban azt mondtuk mindig, hogy a megjelenés már 50 százalék. Amit utána csinálsz a meditációban, az a másik 50, akárhogy élted meg azt a napot. Látom a segítő szándékodat, egy elképesztő önfegyelmet, ami van, de nem tudod átadni azt, amit mondanék. Miért? Mert a kérdést se tudod föltenni. Ez nem a te hibád. Ez így működik. Tehát, ha tényleg segíteni akarsz neki, akkor jöjjön el egy olyan alkalomra, amikor ő közvetlenül kérdezhet. A probléma az, hogy az alkoholfüggőség pont az értelemnek azt a kíváncsiságát, hajlandóságát nyomja el, kábítja el, amivel kérdezni szoktunk. Amivel a változást akarni szoktuk. Ezért vele és a párjával is annyit még beszélj meg, hogy ezt így akarják-e folytatni, vagy pedig segítséget kérnek. És előre mondom, a segítség nagy része nem én leszek. A segítség nagy része a 12 lépéses terápia lesz. Ahol úgy kezdődik, hogy sziasztok, Józsi vagyok és függő. De én kezdhetném minden darma beszédemet azzal, hogy sziasztok, Szunin vagyok és függő. Csak én megválasztottam a függőségemet, hogy a buthától, a darmától és a szangától szeretnék primér módon függeni. Nekem ez a legjobb. De ha azt hiszed, hogy neked nincs függőséged, akkor egy picikét elzárnám az oxigént a terembe, és öt perc múlva nagyon rájönnél, hogy oxigénfüggő vagy. Szeretet függő vagy. Étel és ital függő vagy. A saját gondolataittól, érzelmeittől függsz, és ami a legjobb, hogy olyan önkép függő vagy, hogy az meg külön legyező kell. Tehát ő azt választotta, hogy ettől függ. Kérdezd meg, hogy szeretne -e mástól függeni. A függő viszony mindig fennáll a létezés négy állapotában. De helyette nem tud megoldani. Köszönöm. Szívesen. Előjött belőlem az a kérdés, amivel idejöttem. Az pedig az lenne, hogy nekem a páromnak van egy előző kapcsolatából egy gyermeke. Egy 12 éves fiúgyermek. Én nagyon szeretem ezt a gyereket, a páromat is nagyon szeretem, de kimondom, nem tudom elfogadni ezt a helyzetet, és nagyon szeretném megtanulni, hogy boldog legyek velük, és ők is én velem. Van egy alapvető probléma. Nincs elég korkülönbség a fiú és közted. Tehát nem tekint annak, akinek te szeretnéd. És ezt az apjával le kell focizni. Ezt másképp nem lehet. Kedvesen, mit érek én neked, illetve ez a kapcsolat? Mert akkor a fiaddal beszélned kell. Ez alapvetően az ő dolga. Hogyha nem teszi alkalmassá a környezetet arra, hogy téged elfogadjon, akkor te sem tudod elfogadni azt a helyzetet és kapcsolatot, amiben ő visz. Magyarul nem lesz közös otthon, így párkapcsolat sem sokáig. Tehát, urak, ez ismerős, hogy a hölgyek otthon irányultságúak? Teritoriálisak? otthon irányultságúak és a letelepedés nagy mesterei. És az urak, hogyha jól csinálják, az útnak, a haladásnak, az iránynak, ennek a mozgásnak az urai, és ezért a dinamikus és a statikus találkozik. Tehát eljutunk az otthonig, aztán az otthonból ismét kiindulunk. Aztán megint eljutunk és lesátrazunk, aztán megint megyünk tovább. Olyan hotelszobában még nem lakott pár vagy család, amit a nő nem fogadott el. De olyan járművel sem ment a család, amit a férfi alkalmatlannak talált rá. Csinálja meg a párod az ő dolgát, és akkor belépsz a helyzetbe. És ha nem, ha ő ebben nem partner, akkor valójában nem szeret? Értjük? Köszönöm szépen. Szívesen. Következő hogyan tudnák megszabadulni a dohányzás függőségétől. Én elviszlek téged egy bonzterembe. Bonzterem. Boldogult apám kardiopatológus volt, és én 19-es koromban láttam ilyen boncasztalon, ilyen gyönyörű holttestet, és az úgy, az úgy pofán vert, érintés nélkül. Úgyhogy én, én nagyon szeretném, hogyha a tudatával egy picit barátkoznál. Elfogadtam a halált. Dehogy fogadtad el. Amit gondolsz a haláról, azt fogadtad el. Még nem láttad az eredményt. Azt, hogy az a test ott lelketlenül fekszik, és, így, és kész vége volt, és utána nézd meg mondjuk a bonc eredményeket, mert a patológia és a kardiológia az nagyon szép együtt, de hogyha a bonc eredmények mondjuk ilyen elképesztő szívmetszeteket mutatnak, hogy a szívben mi történt, és utána meghott, az nagyon komoly. Na, ezt kell a nikotinfüggő, tüdőrákos kis metszetekre átváltoztatni, és kérdezni, hogy mutassák meg a képeket. Mert hivatalból ezeket el kell készíteni. És akkor látod azt, hogy ez a két és fél teniszpályányi lélegző felület, ami egy emberi tüdőben van, az milyen picivé tud összezsugorodni, hogy azt te bekátrányozod. Értjük? És a kérdés az, hogy ez kell. És ha ez kell, folytasd. És akkor azt mondja, én nem sokára ott fogok ugyanúgy feküdni, mint ő, és a tüdőm az olyan lesz, mint amit a képen látok. Van nagyon sokféle módszer arra, hogy az ember leszokjon. Én a sok terápiának vagyok a híve, mert mi emberek alapból taníthatatlanok vagyunk. Nem azért, mert lusták, önzőek vagy arrogánsok vagyunk, hanem azért, mert azt hiszük, hogy mi valahol jobban tudjuk. Ezért a tapasztalásból értünk a leginkább. Az, hogy az intellektus megtanul valamit, megértem, meg elfogadom, ötszázalék se. Amikor ott vagy a bontteremben, és látod, hogy ő úgy hót meg, ahogy én élek, na az hatni fog. Egyébként csak itt játszogatunk a nézetekkel. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Tessék. Adott egy erős lelki vonzalomból kialakított párkapcsolat. Adott? Ezt nagyon szeretem. Tehát így leveted a polc, és így adott le. Kialakítottuk. Azaz. Alakul. Igen. És uh, ugye minden uh, szép és jó, amíg ez a erős vonzalom és a lelki egyesülés van jelen, viszont a hétköznapok kihoznak olyan uh, surlódásokat, amiket felismerünk, hogy mintából, hozzuk, tehát mind a nem a saját önvalónkat adjuk mondjuk éles helyzetbe, hanem a hozott mintáink jönnek felszínre, és ezek teljesen ellentétesek, és egymástból kiváltjuk azokat a, 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 az, ellentétes reakciókat, ami, amivel szenvedést generálunk magunknak és a másiknak is, és ez újra és újra előjön, akkor is, hogyha, hogyha egyszerűen rálátunk, hogy, hogy ez nem a milyen és nem ez lenne a helyes út, de mégis amikor éles helyzet van, akkor, nem tudunk kiszállni belőle. Ezt olyan jól mondott te! Akkor én mit segítsek ebben, ha te ezt ilyen jól látod? Hát, Na, vala... itt megállt a tudomány! Tehát egy ilyen... Hát azért 3-4 diploma ott elférne, akárhány van, mindegy. De a tisztánlátást, azt arra kéne használni, hogy én miben segíthetem a másikat. És eddig el kell menni. Ugyanis az önvalónk szintjén nem különbözünk. Az avatárunk, a személyiségünk, az egy másik személyiséghez viszonyul. Ez a látó, amit önvalónak is szoktunk hívni, hogy az intellektusnak legyen valami, ami ugye kicsikét megtapadhat, mint alapfogalom. Ezen a szinten nincs jelenség, érzékelés. Férfi, nő, ellentét, születés, halál. De ebben a tükörben látszik jól a férfi, a nő, az ellentétek, a születés és a halál. Értjük? Na most ezért kéne egy kicsit közösen gyakorolni, mert ha szóban nem értünk egyet, mert surlódunk. Ez, ez figyelet, hogy az intimitás milyen gyakran fordul a fonák oldalára? Nagyon. Tehát néha öt másodpercenként. Ekkor kéne, hogy közösen hallgatni. Na, közösen nem tudunk beszélni, talán közösen tudunk hallgatni. Ezért mondtam az előbb, hogy megfelelő szellemi környezet nélkül, amit mondjuk egy csoport, egy dedikált gyakorló csoport reprezentál, anélkül én sem családot, sem párkapcsolatot nem tartok üzemeltethetőnek és működtethetőnek kellő szinten az egyének által. Tehát valamilyen szellemi térben tessék megtisztulni, másképp látni a másikat, közösen hallgatni, Közösen látni, és nem szétbeszélni, és nem az, hogy kinek van igaza. Oké? Okay? Te válaszd meg, hogy ez milyen legyen. Hol legyen, milyen tanítás, milyen gyakorlat, teljesen mindegy. De hogyha négy karmaosztályt, egyén, pár, család és csoport nem hozzuk közös nevezőre, magunkat törjük darabokra. És így a társadalmat is. A családokat is. A párkapcsolatot is, és végül magunkat is. Tehát el kell fogadni, hogy az emberi kapcsolatok természete paradox. Nem lehet pusztán tudással, megértéssel megoldani. Jelenléttel, nem fogalmi bölcsességgel, együttérzéssel lehet. Ebből fakad a türelem. A türelem az nem az, hogy várok pusztán. Nem lesz vége. Érted? Ez egy, így vagy úgy ez folytatódni fog. Egy másik partnerrel, hogyha az előzővel darabokra tört. Egy másik élettel, hogyha te most ezt éppen itt hagytad. Tehát találjatok meg azt a síkot, ahol egy pillanatra nincs ellentét. Tehát nem az van, hogy tökéletlen a kapcsolat. Ho -ho. A legrosszabb napokon alig találsz szerethetőt a másikban. Tudtam, e hibátlanul látni őt? Nem ez kell. Ó, nem. Ugye az első nagy szicíliai villámcsapásnál, amikor ő egy adott lett, ugye a kapcsolat, akkor azt hittük, mi férfiak, hogy ő az istennő. Hölgyek, higgyétek el, voltak ilyen pillanatok a partnereitek életében, de aztán nagyon hamar megváltozott. És ez visszafel a férfiak felé is igaz a hölgyek részéről, erről nem én fogok beszélni. <laughs> és amikor ez a tökéletesség burok, ez így bám, így darabokra szakadt, akkor egy keményebb napon nem az a kérdés, hogy ó, hát már ő nem tökéletes, hanem az, hogy most mi az, amit én szerethetőnek találok benne. És ezáltal egy picikét elfogadom azt a helyzetet, hogy hét éve együtt vagyunk én, és van négy gyerekünk, és van három házunk, és négy darab villanyvonatunk együtt, de most épp téged el akarlak törölni a föld színéről. És hogy ezt ne tegyem, találnom kell benned valami szerethetőt. Na, tessék ideig eljutni. Mert hidd el, ezt mindegyikünk megéli. Így vagy úgy, de ez elénk kerül. Ehhez kell egy nyugodt, tiszta, tükörszerű tudat, amiben úgy látod magadat és a másikat, ahogy épp vagytok. Ez az alap. Ezt tessék megtalálni. Súrlódás. Imádjuk a súrlódást. At attól van a hőfejlődés, unalmas az élet. Ja, hogy a másik közben elpusztul mellettem? Az nem érdekes. Segítettem? Remélem nem. Szerintem igen. Örülök, köszönöm. köszönöm. Következő kérdés. Hova tartunk? Érzek így Tunk. a virk. Aha, úgy mindannyian vagy. Most itt vagyunk 160-an, nem igen, elég? Igen. De mégis megyünk. Ugye a nyugalom illúziója mutatja csak, hogy itt vagyunk. Szerintem te nagyon jól élsz. Hát hogyha ilyen kérdésekre van idő, és nem éppen a kutyád fájdalmával, a párkapcsolatod ellehetetlenülésével, kifizetetlen számláiddal kell bajlódnod, ez azt jelenti, hogy te nagyon jól vagy. Azok csak apró helyzetek, ugye, a hétköznapi apró dolgok, de ezen felül még rengeteg más van a világban. Örülök, hogy ilyen könnyedén veszed. Nagyon jó. Hogy hova tartunk? Merre igen. mész? Ö, előre. Akkor hát. előre megyünk. Mármint úgy mondom, hogy a jónak az útján sokáig igen. Új, 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 vigyázzunk, vigyázzunk. Igen, igen, igen. Ez így régen nagy dilema volt. Ugyan, ez általában a pokolba vezető tábla egy idő után, hogy. tapasztaltam. Ott, ott vagyunk a friss izlandi vulkánkitörés lába folyamában, és a felirat az, hogy én jót akartam. Tudod? <laughs> Igen. Mi a jó? Tessék már elmondani. Most már úgy rájöttem, hogy igazából tettek vannak. Meg a jóra talán azt tudom mondani, hogy van a Szívünknél egyfajta érzés. Minden egyes cselekedetünknél, minden egyes pillanatban ott van egy ilyen mérce is iránytű, hogy mutatja, hogy amit tettünk, az helyes számunkra nézve, vagy, ha a, tett vagy a... az belül jó érzéssel jár, az helyes. Igen. Bam. Most légy szíves, nézd meg Európa elmúlt száz évét. Hát az szörnyű. Hány embernek volt az nagyon jó érzés, amit épp akkor tett, az eltelt egy 2, 3, 4, 5 év, és rájött, hogy pokollá tette vele mások életét? Ezt és már ezt nem első tudtuk. percben tudta, nem kellett hozzá pár év. Ez nem így van. Én nem. Nem. Nem sokkal. annyira tiszta ez a belső iránytünk, hogy rögtön minden egyes pillanatban tudjuk a tettünk súlyát és következményét. Itt ülnénk, hogyha olyan tiszta lenne. Hát azért vagyunk itt, nem? Hogy De. megtisztuljunk. Hogy megtisztuljunk. Jól beszélsz. De hát akkor az eredetileg nem annyira tiszt. Tehát az látjuk, hogy itt belül problémák vannak. Tehát hogy az érzéseink és a tetteink, hát az egyik fél nagyon jó érzéssel kiírtja a másikat. Mert neki éppen ez a jó érzés. Ezt az alsórendű férget, amelyik a másik ember, épp ő most ki tudta írtani. És ez jó érzéssel töltötte el. Hát hányszor volt ilyen? Nézzünk körül. Tehát az érzések és a tettek kapcsolata önmagában nem elég. Uh -huh. Az igazi ok- és okozati viszonyt azt kéne ténylegesen meglátni. És ehhez az kell, hogy szenvedést teremtettem, vagy sem. Magam és mások számára szenvedést hoztam létre, vagy sem. És nem az, hogy mi a jó és mi a rossz érzés. A csak tenni az akkor működik, hogyha a látó, a buddhi, és a cselekvő, a manasz uh -huh. nincs beszennyezve az önkép által a hang. Azért mondom a szanszkrit fogalmakat, hogy esetleg ismerős vagy később olvasó, tud mihez kötni. Tehát a mi önképünk, mint egy ilyen torzító mező, a látásunkat és a tetteink közötti kapcsolatot korrumpálja önössé, énessé teszi. Mindent a saját szemszögünkből látunk, a saját érdekeink szerint. És ezért nem látjuk a teljes igazságot. Nem látjuk a másik embert se úgy, ahogy van. Csak úgy látom, ahogy én akarom. Ezt az én képet kéne kivenni. Ez a gyakorlat. Ezért kell a zen, és mivel ez az egész énség gondolkodásból, tudatfolyamatból, duális képzetekből van összerakva, ezért térünk vissza ide, a lényeghez, a duális képzetek elé. Ezzel indult ma az előadás. Tehát ne csak a saját érzéseidet, hogy az jó, meg itt csak rámat, így feltölt, ilyen kis melegséggel. Ja, és közben kiirtottam 6 millió embert. Köszönjük. És ilyen van, hogy valaki 6 millió ember halála után elégedettséget tud érezni, vagy van azt a, ez a fajta. A világháború alatt többel előfordult. Azért mondtam a hatot, mert mindenki tudja, miről van szó, de mondhattam volna 1 millió 700 ezer örményt, utána ö, több mint 2 millió kambodzsait, mond, mondhattam volna többet is. Több százezer ujgurt, most nem akarok belemenni nagyon a világtörténelembe. Ez hidd el, nagyon sok embert jó érzéssel töltött el, mert nekik csak ez volt fontos. Jatta. Ez a mesztelen, brutális igazság. A saját énjük, a saját önképük, a saját felfogásuk ezt diktálta. Hogyan különbözünk mi ettől? Ezt tudjuk, különbözhetünk ettől. Ha nem akarnánk másképp élni, nem ülnénk itt, nem hallgatnánk valamit, ami ezt lehetővé tenni. Vigyázzunk az érzéseinkkel. Rendben van, köszönöm. Szívesen. A szituáció az az, hogy én 12 év után elváltam, már most három éve, ez arra volt jó, hogy ez rávilágította arra, hogy uh, miért abban a családban születtem, és úgy gondolom, hogy velük így tudtam rendezni a kapcsolatomat, egy kicsit úgy mondanám, hogy ki tudtuk dolgozni ezeket a karmikus problémákat. Gyerek az nincsen, most 42 éves leszek idén, és most úgy vagyok vele, hogy akkor és most. <laughs> Tehát, hogy nem tudom, hogy hogyan tovább, vagy merre kellene gondolkodnom. Segítő szakmában dolgozom egyébként, de valahogy úgy érzem, hogy valami hiányzik. Ez hatalmas lehetőség számodra. Itt vagy az életed aktív részének a felén. És ezt a helyzetet, amiben te most vagy, egy más beállítottságú tanító úgy lenyúlná, hogy az valami hihetetlen. Tehát megmondaná, hogy te mit csinálj. Én nem mondom meg. Azért nem, mert tisztelem az autonómiádat, az önrendelkezésedet, és hiszek abban, hogy a megfelelő szellemi gyakorlattal és belátással te megtalálod ezt az utat. És ezért semmi másra nincs szükséged, mint a rendes meditáció gyakorlatában föltenni azt a kérdést, hogy mi a dolgom. Nem egyszer, nem kétszer. Naponta 40 perc folyamatosan ülve azt látod, hogy a múltból, esetleg a jövőből ilyen képzetek szüremlenek be, és a jelenedet elkezdik szépen ilyen hullámzásba átvinni. Még az önértékelésedet is. És innentől kezdve az a dolgot, hogy figyeld, csak figyeld, de duális elmével ne döntsd el, hogy melyik válasz szegődik a kérdésed mellé. És az a válasz, amely akarat nélkül, vonzás és taszítás nélkül a kérdésed mellett van, az lesz az érvényes. Ezek után, mint ahogy a jó kardot is, kovács műhegy, ízítjuk, kovácsoljuk, ízítjuk, víz, ízítjuk, olaj, tehát több helyen teszteljük, ezt az okozatiság tükrében meg kell nézni, hogy én ezt érzem belül. Mi lesz akkor kívül, hogyha ezt megvalósítom? És hogyha mind a kettő, a belső és a külső is helyes irányt mutat, azzá válsz, akivé egyébként szeretnél lenni, azt csinálod, amiben hiszel, akkor azt meg lehet valósítani. Mindegyikünkben ott van a válasz. Csak ezt nem hisszük el. És ezért kívülről majd jól, így ezek a tudósok, meg a papok, meg az egyéb ilyen hatóságok, majd, hogy megmondják, hogy te mit csinálj, meg ki legyél, meg hogyan érezd magad, nem? A mahajánában és az emberben alaptanítás, hogy a buddha természeted, a megvilágosodásra való képességed, az minden létállapotban ott van. Minden pillanatban ott van. És fel tudod használni ahhoz, hogy megismerd magad, megtaláld az utadat és helyes életet élj. Köszönöm szépen. Szívesen. Utolsó kérdés, ha van. Hogyan kell úgy nem azonosulni, hogy ne essek bele folyton a Nihil csapdájába. Nagyon jó. Tudsz a semmivel azonosulni? Igen. Hogy? A nihillel. Mi a Nihil? Semmi. Ha kimondtad, hogy semmi, az az S, E, K, M, I betű kapcsolatokból áll. Akkor már valami. Hí, te, Mici tanítvány, te. Emlékeztessük magunkat hogy senki nem mondhatja azt, hogy senki. Ha azt mondod, hogy semmi, akkor ott már van valami, ahogy hallottuk a sorok között. Tehát azonosulok a nihillel? Nem, a nihil ideájával szeretnél néha. De mivel csak illúzió a nihil, ezért nem tudsz vele azonosulni, mert ha kimondtad, hogy nihil, akkor már van egy név, és mögötte nincs forma. Tehát matematikusok szoktunk félni a nullától? Nem, csak tudjuk, hogy nullával nem lehet értelmesen osztani. Nem szoktuk. Segítsek? Igen. Akkor segítek. Az emberiség több hibát elkövet. Az egyik szarvas hiba, hogy abszolút valamit vagy valakit szeretne. De ha már valaki, akkor nem abszolút, mert születik, marad, aztán megy. Tehát relatív, nem abszolút. A keleti tanítás ezt Sziklasziládan is nagyon jól tanítja: ha valami jelenség, mert külső vagy belső érzékszervek által érzékelhető, akkor már relatív, mert van feltétele annak, hogy ő megjelent, marad és megy. Az abszolút az nem jön, nem megy, nem jelenség, nem valami, nem semmi. Nyugaton megpróbálták ilyen nagyon komoly vákumberendezésekkel a semmit, ahol egy adott téren belül semmi nincs. Tehát az abszolút semmit. És kiderült, hogy mindig marad egy-két atom. Az a kis kósza atom maradék, az mindig ott van. Itt is a tudatban ön túl sokáig nincs tárgyatlan tudatállapot. Tehát jó hírem van, a nihil nem létezik. A félelem az igen. Tehát, hogyha te félsz, akkor a félelembe egyre jobban belelóvallód magadat, és hogy valóságosnak tűnik az a középpont, ami körül a félelmet kering. De az csak az intellektus illuzórikus alkotás, hogy lenne abszolút valami vagy valaki, vagy lenne abszolút semmi vagy senki. Ezt mi gondolhatjuk, de nincs így, mint ahogy rózsaszín elefánt sincs. Tehát azért nézd meg ezt a nihilt, mert nem mindig van a tudatodban, tehát nem abszolút. Amikor nem gondolod el, hogy nihil, akkor az nincs. Amikor azt gondolod, hogy teljes kiörlésű diós sütemény, akkor az van. És meg lehet enni. Mint ahogy a Mici-Maszkóban van tojásos nokedlés, azt is meg lehet enni. De a gondolat, az sokkal több, mint a tényleges valóság. Annyi mindent ki tudsz gondolni. Ki tudod gondolni az ötlábú tigrist, és akkor sincs. Mi van, amikor nem gondolsz a nihilere? Végülis akkor jó! <laughs> Nagyon jó! Akkor folyamatosan ne gondolj a nihilre! <laughs> és akkor jó lesz! Jó, köszönöm! És hogyha véletlenül a nihilre gondolnál, akkor hirtelen gondolj valami másra, és a nihil eltűnt! van -e még Így utolsó tenni. kérdés? Hetek óta ezen gondolkozok, de eddig akitől megkérdeztem, vagy kinevetett, vagy nem értették, azt szeretném kérdezni, itt a közönség szerintem fogékonyabb a dologra, hogy létezik feltétel nélküli szeretet? Igen. Nem nevetlek ki, azt mondom, hogy igen, és értem a kérdésedet. Köszönöm, mert én nem vagyok rá képes, vagyis úgy értem, hogy én, én viszont várom azt, hogy szeressen a másik, vagy akit szeretek, hogy várok valamit. Például anyukámmal, egy kislányommal ez természetes, mert én szeretem őket, ők is engem, de, de degennél, mondjuk te vagy bárki, akitől valaki létezhet olyan, hogy én úgy szeretem őt, hogy nem várom viszont azt, hogy ő is szeressen, hanem feltétlenül csak szeretetet adok. Szükség van arra, hogy mindenkit feltétel nélkül szeres? Nem mindenkit, csak maga a képesség, hogy tudok-e így szeretni. Feltétel nélkül. Az előbb azt mondtad, hogy nem tartod rá magadat képesnek. Hát, próbálkozok. Inkább Miért próbálkozol? Mert szeretném, ha képes lennék rá. Nem. Azért próbálkozol vele, hogy megfelelj valakinek. És ez nem feltétel nélküli szeretet. Tehát, hogyha benned egy megfelelési kényszer van bárki felé, soha nem fogod feltétel nélkül szeretni. Az alap az, hogy úgy látod, ahogy van, és ebben az ilyenségében elfogadod és szereted, segíted őt. Nem vársz el semmit érte, és nem is hiszed azt, hogy erre te képes vagy képtelen vagy. Megjelenik az a valaki, akit te feltétel nélkül szeretsz, és az ilyen, mert előfeltétele nincs. Megjelenik és kész. És utána ezt viszont táplálni kell. És így a feltételes és a feltétel nélküli találkozik. A szeretetet ne csak feltétel nélkülének gondold el, és ne csak feltételesnek. Az igazi művészet az, hogy egy emberi kapcsolatban meglátod, hogy most ebben a pillanatban téged feltétel nélkül kell szeretnem, mert másképp nem tudlak. Vagy pedig ebben a pillanatban feltételesen kell szeretnem, mert ez viszi a kapcsolatunkat előre. Mikor mondunk igent, és mikor mondunk nemet? Ez a kettő. Tehát ha csak feltétel nélkül akarnál, az már egy óriási feltétel. Értjük? Igen. Köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm. Hölgyeim és Uraim, remélem, hogy mindannyian megtaláljuk az útját annak, hogy felébredjünk, találjuk meg a feltételes és a feltétel nélküli szeretet minden pillanatát. Ismerjük fel a lények tükrében az igazságot, és cselekedjünk helyesen. Ezáltal haladhatunk az úton, és megszabadíthatunk minden lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet.